Aranyos vékesség! Szervusztok, gyerekek! Látjátok, milyen gyönyörű havastájon sétálunk? Zsuskával és Kukaccal. Olyan gyönyörűek ezek a nagy fenyők, hóruhába öltöztek. Igen, s nézd ezt a fát! Milyen fenséges, csupa-csupa fehér, minden ága, olyan, mintha dideregne. Biztos a fák is nagyon fáznak. De gyönyörű! Bizony, drága csillagaim, csodálatos a téli táj. Nagy varázslat a jó Istennek, amikor minden hófehér is tiszta lesz. Oda néz! Érkeznek kis őzikék. Megálltam! Azt hiszem, nagyon éhesek lehetnek, és biztosan ők is nagyon fáznak. Nem minket néznek? Lehet. Azt hiszem, nagyon éhesek. Valahogyan segíteni kellene. Nézzétek csak! A távolban már jön egy bácsi. Ő az erdőnek a gazdája. Látod? Hozza már a finom szénát, szalmát. Akkor jól van. Most már minden rendben lesz. De mi lesz a madárkákkal? Júj, keresünk gyorsan egy madáretetőt. Vigyünk bele babocskákat. Jó, az én zsebem tele van magocskákkal. Jó, nézz oda, már röpködnek is a madárkák a madáretetőhöz. Ó, de szépek, vajon milyen madarak ezek? Nem is tudom. Gyönyörű tolluk van. Nézzétek csak, egyre jobban, egyre több madárka repül oda. Milyen aranyosak? Csak a farkincájukat látjuk. Úgy csipegetik a finom magot. Ők most már biztosan nem fognak megfagyni. Bizonyám, jól van, akkor ő rájuk is vigyáztunk most már. Nagyon szép. Menda néni, ugye jól cselekedtünk, hogy a madárkáknak vittünk egy kis magokat? Hát persze. Az embernek vigyáznia kell télen a madárkákra. Ha befedi a hó az egész tájat, nem találják meg a madarak a kis finom magocskákat. Nekünk kell segíteni. De képzeljétek, van egy nagyon különös történetem. Ebben a történetben, bibliai történetben, nem az ember eteti az állatokat és a madárkákat, hanem a madarak egy Illés nevű prófétát. Micsoda? Ez nagyon furcsa dolog. Hát bizony, nagyon furcsa dolog. Egyszer, még nagyon sokkal, Jézus Urunk születése előtt, nagyon-nagyon sokkal, az Úristen egy prófétát hívott el, Illésnek hívják ezt a prófétát. És ennek az Illésnek, Tisbei Illésnek el kellett menni Aháb királyhoz ezzel az üzenettel. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek szolgálatába állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. A király összevonta a szemöldökét. Félelmetes volt, de akkor Illéshez megint szólt az Úr, és azt mondta neki: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerít patak mellett. Látjátok? Ez egy térkép. Van egy kis, egy hosszú nagy folyó, az a Jordán folyó, és onnan egy kis ága, az a kerít patak. Ez már az ország határon kívül volt, ott már biztonságban volt a király haragja ellen ez az Illés. A patakból majd ihatsz, és parancsot adok a hollóknak. Nézd, milyen szépen zubog az a patak, a kerít patak, a vize, ebből bőven ihat majd Illés. És parancsot adok a hollóknak, hogy gondoskodjanak rólad. Látod ezt a hollót? Nem valami barátságos egy madár, nem? De mégis nagyon okos madár volt, megértette a Jóisten parancsát, hollóknak kell vinni ételt. Elment Illés oda a kerít patak mellé,
és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a kerítpatak mellett a Jordántól keletre, és a hollók hordták neki a húst reggel és este. A patak vizéből pedig ihatott. Milyen kedvesek ezek a hollók. Mi most télen megetetjük az állatkákat, figyelünk rájuk, de mikor Illés volt nagy bajban, a Jóisten küldte el a madarakat, hollókat, hogy őket essék Illést. Minden reggel hoztak húst, meg kenyeret, meg este is. Vajon honnan? Vajon hogyan? Azt nem tudjuk. De Illés nem halt éhen. Ott egyedül volt a kerítpatak mellett. Aztán egy idő múlva kiszáradt még a patak is, mert olyan sokáig tartott az a nagy szárasság. És hogy akkor mi történt Illéssel, s milyen újabb parancsot kapott a Jóistentől, azt majd jövő héten mesélem el. Suska, kukac, nézzétek csak! Egy vendégünk érkezett! Szervusz, Csirip barátom! Csirip, 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 csirip! Úgy látom, hogy nem is vagy te olyan elárvult. Csirip, csirip, mintha boldog lenne. Te is ettél a magocskákból? Csirip, 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 csirip. Nézzétek, hogy fel tudta burzolni a tollát. Így aztán nem fog fázni. Drága madárkám, kis csiripem! Gyere, repülj minden nap ide az ablakomhoz. Minden nap fogok kitenni neked magocskát. Csirip, csirip, csirip. Na, repülj! Hess, madárkám! Ti is figyeljetek rájuk, de el ne felejtsétek, hogy fordítva is megtörtént. Ha jó Isten úgy akarja, a madarak is tudnak ránk vigyázni. Ezt köszönjük meg! Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Köszönjük szépen, jó Istenünk, hogy ránk bízod a madárkákat, és vigyázhatunk rájuk, és táplálhatjuk őket. És köszönjük szépen, hogy akkor régen te parancsot adtál a holló madaraknak, és azok táplálták Illést. És nagyon fontos volt, hogy a próféta életben maradjon. Kérünk szépen, ha neked tetsző, drága jó Istenünk, mennyei atyánk, küldj egy kis havacskát nekünk, úgy szeretjük, amikor olyan gyönyörű hófehér a táj. De mindazonáltal tudjuk, nem felejtjük el, hogy kitegyünk magocskákat, etessük a madarakat. Úgy legyen. Áldás, békesség. Szervusz!